Mértékadó források szerint egy többször ismétlődő 160-170 km széllökés, illetve a lezúduló víztömeg okozta felcsúthatárában határában egy kísérleti szélerőmű ledőlését. Mint látható, a természet azért nagyon komoly választóvizet tett ebbe bele, mert a két korábbi tervezési turbinánk áll, ezzel viszont ez a tragédia történt. A mérési tesztadatokat szolgáltató építményt a közelmúltban adták át. Az előzetes vizsgálatok alapján az építők felelőssége sem zárható ki. Ennek a tragédiának a láttán azt lehet megfogalmazni az első pillanatokba, hogy egy tervtől eltérni, és úgy eltérni, hogy részint indokolatlan, részint méretezetlen, ellenőrizetlen, nem lehet. Annak ez az eredménye. Az anyagi kár több 10 millió forintra rúg, a beruházó és az alvállalkozó információink szerint már is perben áll egymással.